Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Nadine vagyok, nemzetközi jósnő és médium. Külön kérésre hoztam önöknek egy témát. Jó páran nézik a tévét, és megkértek, hogy összegezzem az alvás, az álom, az álmodásról szóló dolgokat, mi történik az emberi szervezetben, mi történik velünk, amikor álmodunk. Ez egy nagyon, de nagyon széles témakör. Mindig is foglalkoztatta az emberiséget, hogy mi történik, amikor az emberrel alszik. Mi történik akkor, amikor álmodunk? Nagyon sokan meg akarták ezt fejteni. Régebben sokkal több ember foglalkozott az álomfejtéssel, illetve annak a tudattának a megfejtésével, hogy mi lehet az oka, hogy ezt és ezt álmodtam. Na most a következő, én egy nagyon rövid kis vázlatot hoztam, mert ez a 25 perc ez nem igazán elég erre a témára. Amit tudok, én ebben a műsorban be fogom sűríteni. Az első legfontosabb, hogy az embernek ugye az egyharmad életét ugye alvással tölti. Itt elindulva a csecsemőkortól egészen az idősebb korig, mondhatom azt, hogy a átlag a napi 8 óra, hogy 8 órát fordítunk alvási időszakra. Valaki többet, valaki kevesebbet. Nagyon fontos az emberi testnek a számára az, hogy aludjunk. Sokan azt mondják, hogy nem csak nekem, hanem ugye különböző helyeken, akár orvosoknak, akár baráti körbe, akár családtagoknak, hogy olyan feleslegesnek érzik az alvást, olyan probléma az, hogyha lefekszenek, és azt az időt, amit rá tudnak fordítani, akár a munkájára, akár a háztartásra, akár a kertészkedésre, bármire, hogy ő inkább alszik. Nagyon fontos tényező az alvás. Nem azt mondom, hogy napi 10-16 órákat kell aludni, de én nagyon szoktam javasolni, hogy a minimum 8 órát azért az ember tegye meg, tudja kipihenni magát. És miért? Ilyenkor regenerálódik a szervezet, ilyenkor kap újra töltést az emberi agy, amikor ténylegesen le tud lazulni, amikor újra tud töltődni, a belső szerveink újra töltődnek, ideértve az epét, a vesét, a májat, a tüdőt. Nagyon sok ember azt szoktam mondani, de Nadine, hogy aludjunk? A legegészségesebb alvás, hogyha háton fekszik az ember, mert az összes szerve akkor ott marad a helyén, nincs az, mikor oldalra fordulunk, hogy jaj, most elment, jobbra a gyomrunk, balra a gyomrunk, alépünk lejjebb ment, a májunk arrébb csúszott, a legegészségesebb, hogyha háton alszunk. Ezt ugye sokan nem tudják megtenni, sokan ugye hasonalvással, oldalalvással, betakarjuk magunkat, bepockoljuk magunkat. Ha úgy esik jól, akkor úgy aludjanak. Egy a lényeg, az idegrendszer tudjon megnyugodni. Amikor az ember elalszik, elkezd lemenni egy álomba, illetve elkezd lemenni egy alvási státuszba, az alvásnak 5 szakaszát tudjuk megkülönböztetni. Az első 4-en ott az igazság, hogy most én azzal nem is foglalkoznék, mert én rá szeretnék menni jobban itt az álmokra, hogy milyen jelentőséget kapnak, tehát az 5. szakaszra. Az első 4 szakasz, ami kimondottan egy géppel bemérték a tudósok, nagy változás nem történik, ez az EEG-vel szokták bemérni, hogy ezt az alvást, hogy ki hogy alszik. Ott nagy dolog úgy igazán nem is történik, inkább az, hogy elazul a test, és az agy megnyugszik. Teljesen el van engedve, szokták mondani, ugye, hogy hát alvó ember nem is mocorog, nem csinál semmit, csak a szuszogását lehet hallani. Ezzel most én nem foglalkoznék, itt a test töltődik, regenerálódik, újra felkészül egy következő napra. Amire én szeretnék kitérni, az 5. szakaszra, amikor az ember álmodik, és álomkorba megy bele, nagyon fontos, hogy honnan lehet látni, hogy az ember elkezd álmodni. Tehát, hogyha valaki ott fekszik mellettünk,
és azt látjuk, hogy elkezd mozogni a szeme. Jön a, úgy szokták mondani, ez a REM, ez a szemmozgás. Szemmel láthatólag is lehet látni, hogy valami történik az agynál, tehát ilyen apró mozdulatokat hoz létre. Ott már jönnek a képek. Amikor az ember álmodik, azért itt elkezd ugye felgyorsulni egy kicsit a szív dobogása is, elkezd egy vérnyomás emelkedés is létrejönni, elkezd úgymondván a testhőmérséklet is egy kicsit jobban változni, olyan, mint hogy beindulna az emberi szervezet, teljesen nyugalmi állapotban van, tehát alszunk, de akkor viszont beindul az emberi agynál egy olyan kis motor, inkább ezt így fogalmaznám, hogy megjelennek az álomképek. Gondolom önökkel is volt már úgy, nem egyszer, nem kétszer, az életük folyamán, amikor olyan jót álmodtak, hogy amikor felébredtek, azt mondták, hogy inkább megfordulunk a másik oldalra, csak tudjuk tovább álmodni ezt a gyönyörűséges álmot, akár családdal volt valahol, akár nyaralni voltak, akár egy új munkahelyen önnek örült, akár a gyerekkel kapcsolatosan történt valami. Annyira pozitív töltés kapott, hogy szinte nem is akartunk kiszállni az ágyból. Ezek általában meghatározzák az embernek a elkövetkező időszakát, amikor fő kell, az a nap valószínűleg jól fog indulni. De sajnos nem csak jó dolgok történik az embernél, hanem negatívokat is álmodik az ember. Rémálmod gyötrik, üldözik, le akarják haszabolni, menekül valahonnan, teljesen leizzad ilyenkor az ember, egyszerűen nem tudja, hogy mi történik körülötte, és amikor felébred, azt mondja, hogy Atya Úristen, de jó, hogy felébredtem, ez csak az egész egy rém álom volt. Sajnos, hogyha nem tudunk visszaaludni, vagy egy kicsiket jobban tudunk pihenni, ezek a rém álmok meghatározzák az elkövetkező napot, rányomják arra napra a bélyegét az embernek, kicsit ilyen nyugodtabb, vagy nyugtalanabbak leszünk, lehangoltabbak. Ebben az esetben én mindenféleképpen azt javasolnám önöknek, hogy tegyenek maguknak oda egy finom kávét, egy teát, egy a kis apró csokoládét, egy kis sajtos rulát, amit szeretnek, hogyha megindul egy kicsit az emésztés, az agy akkor mentesül az ilyen negatív dolgok alól. Ami viszont fontos, hogy ezek a fázisok, amikor az ember álmodik, több részre bonthatóak. Úgy szoktam mondani, hogy általában egy embernek egy éjszak alatt 5 szakasza van, valaki lefekszik, és valaki reggel ugyanabban a pózba kell fel, az a teljes végkimerültséget jelenti. Aki viszont alkalmanként megébred éjszaka kellős közepén, mondhatom azt, hogy egy totál természetes folyamat, hogy átfordul egyik oldalra a másikra, vagy kimegy a mosdóba, vagy kimegy egy pohár vízért a konyhába, ez egy természetes folyamat. Ezeket az időket, ezt az 5 szakaszt általában 5-ször szoktam megismételni a szervezet. Tehát többször tapasztaljuk azt magunknál, hogy egy éjszak alatt akár többször is többet álmodunk. Nem csak egy témáról, hanem több témáról. Ami nagyon fontos ilyenkor, hogy ne jegyünk meg, mert az álmok lehetnek 3 percesek is, és lehetnek maximum ilyen 30-40 percesek. Annál több nem igazán szokott lenni. Tudósok szerint a legideálisabb ez a 15-20 perces álmodás. Akkor ott ugye elindul egy történet, csak mondok, amit kimegyünk az erdőbe, süt a nap, a barátokkal talonát sütögettünk, látjuk az őzikéket, de ugye eltelik egy idő, míg a agyba teljesen lejön az álomkép. Annyi, hogy majd az álomfejtés máskorra hagyjuk. Ezek általában ilyen 15-20 percet vesznek igénybe. Egy éjszaka alatt ez maximum 5-ször megtörténhet. Nem nagyon szokott jellemző lenni, hogy egy 8-10-szer mást álmodunk. Valaki nem is emlékszik az álmaira. Azt mondja, hogy hát én soha nem szoktam álmodni. Én azt gondolom, és a tudósok is azt mondják, hogy igenis, mindegyik ember álmodik. Csak vagy túl gyorsan jön vissza az éberlétbe, vagy egyszerűen elfelejti az agy, hogy mit álmodott, mert nem kap olyan jelentőségteljes információt. Mindenki álmodik valamiről. Ami nagyon fontos tényező, hogy itt térjünk ki egy kicsit a tudatra és a tudattalatti részekre. Nappal az ember tudatosan csinál dolgokat. Ugye ébren vagyunk,
tudatosan beszélek én most az álmokról, az alvásról, az álmodásról. Ez teljesen tudatos. Ami lepörög nappal, viszont éjszaka az ember lefekszik, és mi történik? Elalszik, és pont abban a szakaszban, abban az első négy szakaszban, amikor a test pihen és az agy elkezdi feldolgozni az információt, a tudat alattiból hoz elő olyan dolgokat, amik aznap megtörténtek az emberrel. Ez szépen elpakolgatja magának, szépen feldolgozza az információt, és elraktározza. Akkor szokott úgymondván jó dolog történni, vagy sajnos rossz dolog, amikor az ember nagyon nagy eseményeket él át. Ez lehet egy baba születése, ez lehet egy esküvő, ez lehet egy új szerelem az életünkbe, egy új házvásárlás, egy autóvásárlás, bármi, ami minket boldoggá tesz. Az ember nyugodtan alszik el, vagy annyira fel van pörögve, hogy egyszerűen nem tud úgy aludni, és amikor elalszik, ilyen felületesen, akkor is ezeket visszapörgeti. Viszont van, amikor sajnos az ember tragédiák érik. Itt nem feltétlenül a halálról beszélek, mert az a legtragikusabb általában. Csak mondok valamit, megtámadták aznap, kirúgták a munkahelyéről, elvesztette a kedvenc nyakláncát, összeveszett a legjobb barátaival, barátnőjével, óvodába, iskolába, munkahelyen, bárkivel. Tehát lehetnek ilyen traumás élethelyzetek. Teljesen másképp dolgozik megint az agy. Van egy ilyen feldolgozó szakasz, és ilyenkor nyugtalan tud a lélek lenni, ilyenkor nyugtalan az emberi test is. Alkalmanként biztos páran tapasztalták, hogy amikor lefekszünk, és a napunk egy kicsit ilyen, úgymondanám, húzósabb volt, rázósabb volt, negatívabb volt, akkor a tervezet így elkezd rángatózni, vagy a lábbal elkezdünk rugdalózni, vagy a kéz mozdul meg, vagy csak egyszerűen kiad egy hangot az ember. Tehát ezek mind az, hogy az idegek vezetik le a sok feszültséget. Na most, nagyon fontos még azt elmondanom, hogy éjfél előtt, ami történik, tehát amikor lefekszünk 8, 9, 10, 11 óra magasságával, nagyon fontos az éjfél előtti elalvás, és megmondom, hogy miért. Mert ami napközben történik velünk, tehát reggel 6-kor kelünk, este 10-kor fekszünk. Jó, tegyük be ezt egy átlag embernek. Ami egész nap történik velünk az életünkben, azon a napon, a napi információt az agy elkezdi feldolgozni. És pont ebbe az időszakban, tehát ilyen éjfélig, fél egyig, max. Egy óráig bezárólag, a napi rutinokat. Hol voltam, mit csináltam, újra álmodom, újra élem, újra átrágom a dolgokat, ha bánt valami, akkor újra veszi elő a szervezet és raktározza. Az éjfél után történő álmodások, azok általában nem a mindennapi dolgokkal foglalkozik, amik aznap voltak, hanem sokkal régebbre mennek vissza. Ez a tudat alatti hoz elő olyan információkat, amiket nem dolgoztunk föl. Ez lehet bánat, ez lehet megbocsájtással kapcsolatos, ez lehet egy zűrzavaros probléma, egy zaklatás, egy haláleset, bármi, ami bánthat minket, és nem tudjuk feldolgozni, akár egy volt szerelmünknek az elengedése, akár az, hogy ellopták az autónkat, bármi, ami belül történik az emberi szervezetbe, és nyomaszt minket. Ilyenkor hoz elő a tudattalatti ezeket a dolgokat, és elkezd benne dolgozni, elkezdi átrágni. Viszont itt legalább 8-9 szakaszt tudunk megkülönböztetni, amikor a pszichológusok alvásról beszélnek, illetve az álmokról beszélnek, hogy milyen álmok vannak, és a tudat alattiból miket hoz elő az ember. Most ezeket egy kicsit szétboncolnám, ezeket hoznám előtérbe, és biztos mindenki talál magához való információt, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség lesz még pluszba önöknek. Az első és a legfontosabb olyan mindennapi történésekről szóló álmok. Ezt ugye mondtam, éjfél előtt lefekszünk,
nem azt mondom, hogy 8 órakor, mert azért 8 órakor még nem. Ez a gyerekeknél azért fontos, ez a 8:30-9, akár óvodába jár, akár iskolába, hogy az idegrendszer meg tudjon nyugodni. Akár csecsemőről beszélünk, akár kisgyerekről, akár kamaszról, felnőttről, idősebb korosztályról, fontos, hogy az agy tudjon pihenni éjfél előtt. A mindennapi dolgokat akkor dolgozza föl, ezt elmondtam, és utána kezd el olyan dolgokkal foglalkozni, mint például, ugye jönnek az ismétlődő álmok. Nagyon sok embernél tapasztalom azt, amikor azt mondják, hogy akár nekem, akár orvosnak, akár baráti körbe. Képzeljétek el, van egy visszatérő álmom, hogy vagy futok egy erdőbe, vagy lépcsőn fölmegyek és lemegyek, vagy liftezek föl és le, bármi, ami visszatér. Na most itt nem maga az álomfejtést akarom behozni, mit jelentenek, hanem maga a tudományos oldalát. Mi történik ilyenkor a szervezetben? Az ismétlődő álmokkal valamit nem oldottunk még meg. Valamitől, csak mondok valamit, amikor fut az ember, akkor elmenekülünk. Valamit nem tudtunk úgy kidolgozni magunkból a múltban, és ezért tér vissza. Szoktam ilyenkor javasolni, amikor témaként előkerül ez, ügyfélkörbe vagy vendégkörbe, hogy nézzük meg, hogy mikortól kezdtük el ezt a dolgot álmodni, mikorra vezethető vissza. Nagyon sok ember azt mondja, hogy Nadine, 2 hónapja folyamatosan azt álmodom, egy totálisan élő példa, egy hölgy mesélte nekem, hogy minden éjszaka, visszamenőleg 1/2 évre üvegeket köp ki a szájából, szögeket, szotyolát, üvegdarabokat, minden, ami aprólékos, szanasz éjjel van törve, és köpik kifele, fájdalma nincsen neki, csak azt tudja, hogy nagyon idegesíti őt, nem tudja bevenni a szervezet ezeket az anyagokat. A hölgyet visszavezettük arra 1/2 évre, vagy 8 hónapra, amikor ezt elkezdte álmodni. Mi volt az a dolog? Mi lehetett az a dolog, ami akkor változás jött neki az életébe? És nagyon súlyos családi problémák derültek ki, amiket ő nagyon nehezen kezelt. Nem akarta megbántani a családját, megpróbálta lenyelni, megpróbált mindenkinek engedni, hogy nyugalom legyen. De mégsem tudta ezt megcsinálni, mert a lelke folyamatosan visszadobta ezt álom területén. És amikor ezt meg tudtam a hölgyel beszélni, hogy onnan indul a probléma, családon belül problémák, ez és ez történt, akár gyerekekkel, akár unokákkal kapcsolatosan, és kiszállt abból a körből, és határt húzott a családjánál, kitette a stopptáblát, hogy itt volt az elég, és ennyi volt, a saját életét fogja élni, megszűntek az álmok. Tehát annyira hatása volt a hölgyre az elmúlt időszak, ami nyomasztotta, hogy már szó szerint kiukátta, kihányta az egész történetet, ugye, és akkor itt a szög, az üveg, a szotyola, hogy minden, ami bántotta, mert már nem bírta magába tartani. Megbeszéltük, és elmúltak ezek a ismétlődő álmok. Vannak rémálmok. A rémálmok ugye gyötrik az embert. Ez bármi lehet. Feldolgozatlan dolog. Egy autóbaleset, egy haláleset. Nem tudtam rajta segíteni. Ott voltam, kezem között halt meg. Jaj, ha előbb mentem volna, mi lett volna, ha? Jaj, megkaptam a telefont, és nekem nem az volt a fontos, hogy beüljek a kocsiba, vagy elinduljak a busszal, hanem még elmosogattam, kiteregettem, ezt csináltam, azt csináltam. Mi lett volna, ha? Ez megint a tudattalatti nyomja ki. Mindig jönnek a visszajátszódó dolgok. Elütöttek, megvertek, letépték a láncot a nyakamból, meghalt a kezem között. Mind-mind visszajátsza. De miért? Mert az ember nem tudott ezen változtatni, nem tudta meglépni abba az élethelyzetbe a tudatos gondolkodást. Mert egyszerűen akkor ott valami történt, olyan sokkot kaphatott a szervezet, hogy egyszerűen lemerevedett. Ilyenkor azt javaslom, hogy megint menjünk vissza arra a pontra, hogy vajon mi lehet ott a probléma. Mi lehetett az a fő gond, amiért megint álmodjuk ezeket a dolgokat?
A következő a konfliktusokat megjelentítő álmok, a problémamutató álmok, majd a probléma megoldó álmok jönnek. Ugye ez három különböző szakasz. Én ezt azért tenném be egy csoportba, mert azért egy dologról szólnak, hogy ezek a mindennapi konfliktusok, veszekedések, verekedések, kiabálások, ordibálások, a munkahelyen az elvárások, nem tudom megmondani a főnökömnek, mit szeretne, vagy ő szeretne valamit, de én megmondom azt, hogy nem tudom neki megmondani, hogy ez már nem fér bele az időmbe, mert mind-mind problémákat hoznak be. Ilyenkor az ember visszaálmodja ezeket, megpróbálja megoldásokat keresni, és a megoldó álmok, ez a tipikus az, hogy hú, heuréka. Amikor jön egy megoldás, amikor az álmunkban egymással szembe találkozik a két ember, vagy a három, vagy a négy, vagy teljesen mindegy hányan, és emberileg tudnak beszélgetni, emberileg egy sikra tudják hozni a saját gondolatokat. Ilyenkor jön ez a megoldó képesség, megint az agynak ad egy információt, figyelj, mi van akkor, hogyha ezt nyugodtan tudod kezelni, vagy mi van akkor, hogyha kilépsz a probléma helyzetből, vagy pont belelépsz a probléma helyzetbe, és nem nyelsz le mindent. Ezek mind olyan álmok, amik segítségünkre lehetnek. Én szoktam javasolni, hogy ezeket tudjuk megélni. Vannak nagyon sok embernél a jós álmok, illetve a jelző álmokat szoktam még itt előtérbe hozni. Jelző álmok alatt mit értünk? Nagyon sokan tudják, ugye forgatják az álmos könyveket, hogy minden szimbólumnak van egy jelentése. Vannak olyan emberek, akik előre megérzik a dolgokat, és ehhez nem kell médiumi képesség, ehhez csak egy olyan információt kap a lélek, és itt egy kicsit átmegyek most spiritualizmusba, itt a tudomány is foglalkozik vele, de ez nagyon spirituális oldal, amikor megálmodjuk azt, hogy tegyük föl, meg fog ez halni, meg fog az halni, vagy kapunk pénzt valahonnan, vagy a gyerekkel ez és ez fog történni, tehát maga a történetet képesek vagyunk megálmodni, vagy a történethez kapcsolódó szimbólumokat, mikor megkapjuk, akkor akkor tudjuk értelmezni, hogy oho, most valami történni fog. Jó pár ember ezt nagyon jól tudja értelmezni, nagyon jól tudja használni. A jelző álmokra érdemes odafigyelni. A jós álmokkal szintén hasonló a helyzet, ott viszont azt lehet változtatni. A jelző álmokat általában nem lehet változtatni, az ott nagyon konkrét és nagyon stabil. A jós álmokat lehet változtatni, mert ott megjósolják, hogy ez és ez fog történni, de ha behúzod a kéziképféket a kocsinál, akkor nem fog legurulni a kis domboldalról. Ha becsukod az ajtót, akkor nem fognak betörni, és nem fogják kirabolni a lakásodat. Tehát a jós álmoknál, én ezt szoktam mondani, hogy az azért elkerülhető, formázható. Ami viszont fontos, hogy ezek szintén előre mutatnak egy bekövetkezendő eseményre, történésre, cselekedetre. Ha tudjuk, változtassuk meg, hogyha valami nem tetszik, ha tetszik, akkor hagyjuk, hogy szabadon áramoljon. Még egy pár percbe még betennék egy olyan témát, hogy az álomfejtés és az önismeret. Nagyon fontos. Nagyon sok ember úgy kezdi el saját magát megismerni, hogy kinyitja az álmos könyveket, vagy egyszerűen csak fölmegy a világhálóra, és beüti az, hogy lépcső megyek föl, lépcső megyek le, erdőbe megyek be, erdőbe jövök ki, megszeretgettem az embert, nem szeretgettem meg, konfliktusokat csinálok az álmomba, felhőnülök. Érdemes odafigyelni az álmokra, mert saját magunkat megismerjük, saját problémánkat elő tudjuk hozni, és megoldásokat tudunk rá találni. Az álmok általában, hát 99%-ban magunkból indulnak ki a mi problémánkból, és ha az álmainkat meg tudjuk fejteni, akkor viszont egy önismeretre teszünk szert. Én mindenkinek javaslom, így utolsó szóként, illetve gondolatként befejezőleg, hogy éjfél előtt kerüljünk az ágyba, hogy tudjon nyugodtan pihenni a szervezetünk, az agyunk tudjon feltöltődni, az információkat tudjuk elraktározni, és amikor a szervezet meg tudott pihenni, és belemélyedünk az álmainkba,
akkor nézzük meg, hogy miről álmodunk, és kezdjük el feldolgozni a problémáinkat, illetve hogyha egy jó dolog várható az életünkbe, tehát jós álmaink vannak, illetve előrevetítő álmaink vannak, akkor ezeket tudjuk értelmezni. Én nagyon remélem, hogy ezek kapcsolatosan álmokkal, alvással, álmodással kapcsolatosan az önök segítségére tudtam lenni. Nagyon remélem, hogy azok, akik írták a levelet, kaptak választ a kérdésükre. Én mindenkinek minden jót kívánok, és remélem az adásom után nyugodtan fognak aludni. Viszont látásra. Nadine voltam, Jósnő és Médium.